56 éves lett, de még mindig ott áll a gólvonalon a Vidivel UEFA döntőig menetelő vácott bajnok, a BVSC-vel ezüstérmes bajszos legenda, Koszta János a Pest megyei másodosztályú foci Kisnémediben kis véd, a cserepadon pedig 22 éves fia a helyettese, és e kapus edző is az újpesti utánpótlásban vácolatlan a magyar Higita. Szóval ő a vendégünk, jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok Boldog szülinapot, így 2012. februárjában beszélgettünk itt utoljára. Igen, 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 igen. Akkor, a, akkor, is akkor is vezetőnél volt a a, taksony. akon, a taksonyhoz, igen. Most is él, élen csapat, a kis némedi hálójelölt, ugye nem először ismerős. Hát mi, mi, változott ez alatt a három év alatt, mert ugye te nem nagyon, azt látom. Hát én is változtam, én is változtam sajnos, mert pénteken megsérültem, és a hétvégi már védett a rangadón az ellen, hál' Istennek jól védett, és nyertünk kettő egyre. Tehát most már 18 volt, 18 győzelem van és hát annyi változott, hogy közben védtem verőcén is, mert ugyebár hát megkértek, hogy segítsek, mert dobogóra akarnak kerülni, hál' Istennek másodikok lettünk akkor és utána pedig jött a Davcsó Károly barátom, hogy kiestek a megye egyből és szeretnének visszakerülni egy éven belül és hogy nem emennék el. Hát mondtam, jó, ezt az évet bevállalom, de már megye egyet nem vállalom be. Mert azért nagy kőrösre, ugye, hát oda-vissza 300 km, már nem nagyon szeretnék utazgatni. Uh -huh. e és ugye közben még a Váci Szolner is dolgozol, e onnan indulsz munka után edzéseket tart, megedzésre, igaz? Igen, 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 nagyon sokat köszönhetek Ogli József igazgatórnak, aki segített annak idején, és hát bekerültem a Váci Szolnerbe, és már azóta termékfelelős vagyok, és most már két részleget is kaptam. Hát, nagyon, nagyon szerettem volna ott is megfelelni, és hála jóistenek, úgy érzem, hogy sikerült is. És most már elismerik a munkámat. És tényleg fárasztó azért minden reggel fél ötkor kelni, és este pedig fél tízkor hazaérni. Na de a foci azért sok mindenre gyógyír, azt gondolom. Hamarabb mi szerinted a gyárból az üzemből nyugdíjba, mint a háló elől? Nem. Nem? nem? Nem, 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 nem. A realitás az, hogy ha nem lesz egy újabb megyekettes felkérés, akkor én abba hagyom, mert tényleg már azért 56 évesen illik befejezni. De ha lesz, ott a környéken nagyon szívesen elfutbalazok. Na azért szerintem lesz, nem? Gondolom azért úgy, úgy folyamatosan keresgélnek, nem? Meg, hát keresgének, keresgének, de, de, azért a realitást kell nézni, azért már az én koromban azért illene már abba hagyni. De ha más nem, akkor egy olbos csapatban mindenképpen védeni fogok, mert azért ilyen korán, ilyen fiatalon nem szabad befejezni. Mi az, ami még ma is jókedvel és derűvel oda téged a bajnoki mérkőzésekre? Tehát, hogy legalábbis a megye egyben még azt mondod, hogy hát azért, ha van felkérés, akkor szívesen szól. Szóval mi az, ami miatt nem mondod azt, hogy hát már inkább pihennék egy kicsit? Hát és a védés? Az van, az van bennem, ami sajnos nagyon sok fiatalból hiányzik, a futball iránti szeretet és a lázat és a tisztelet. Én nagyon-nagyon szeretem a futballt. Ha labdát látok, még sérülten is belerúgok, nem érdekel különösebben, hogy fáj egy kicsit. Nagyon szeretem a futballt. Én ebben nevelkedtem fel, nekem ez az életem. A család mellett ez a második legfontosabb dolog az életemben, úgyhogy én ezt nem tudom elképzelni, hogy én futball nélkül éljek. Itt a, a megyei másodosztályban képbe vannak a, a csapatnál és a csapatoknál, az ellenfeleknél a fiatalok, ha már a fiatalokról kérdeztünk, hogy miben mások ezek, mint, mint mondjuk te vagy a te idődben sokan, szóval hogy ki ez a bácsi, aki ott hátul röpköd, és, és mi mindent ért el annak idején, és milyen érdekes, hogy még mindig nem derogál itt áldogálni? Ö, nagy részük tisztában van, kisebbik részük nem. A kisebbik részük nem is adja meg úgy a tiszteletet, nem is várom el tőlük, tehát mi, mert ellenfél vagyok, tudomású kell venni. De az az igazság, hogy ahogy mondtam, hogy a nagy részük azért tisztában van, hogy ki vagyok, hála jó Istennek, és akárhol megjelenek, azért még megismernek, ez nagyon jól esik. De én mindig tudtam, hogy honnan indultam el, és azt is tudom, hogy hova érkeztem, de mindig az a fontos az én életemben legalábbis, hogy honnan indultam, és a soha nem felejtem el. Na, és ennek mi a lényege, és mi az, ami az indulás, és az indulási közeg alkalmasat tett téged arra, hogy eljussál ide? Hogy az, a, az az igazság, hogy 7 éves volt, amikor az édesapám meghalt, és én mind, ő nagyon szerette a futballt, én is imádom, és mindig neki akartam megfelelni. Bíztam benne, hogy fentről néz, és neki akartam megfelelni, és mindent, amit az életben értem, annak köszönhetem, hogy az ő sírján elfogadtam meg. Nekem ez volt az életem, a futball az életem a mai napig is. Most már nem kell megfogadnom semmit ott. Most már csak boldognak kell lenni. É, és ezt valahogy úgy tűnik, hogy sikerült átadni akkor akkor a fiadnak, meg egyáltalán a gyerekeknek, S, sőt azt olvastam, hogy szeretnéd, hogyha még egy unokából is kapust tudnál faragni. Az az igazság, hogy a Petiből nem nagyon szerettem volna kapust faragni, mint hogy a Marticsa érítettem el a kisebbik fiamat a latin tánctól, mert ő neki ahhoz van kedve. Teljesen mindegy, hogy mit sportolnak, sportoljanak nekem ez a kérésem. A latin tánc ugyanolyan megerőltető sport, mint a futball, sőt, talán még erősebb. A Péterből nem akartam futbalistát nevelni. Őt, ő, ő, tanulása ő, éltel, igaz? Igen, igen, minden áron, minden áron kapus akar lenni, minden áron kapus akar lenni. Hát fiatalabb korában a gyerek fejjel gondolkozott nagyon, néha még most is, 22 évesen, de, de nagyon büszke voltam például tegnap rá, hogy meccsbe tartotta a csapatot, 0-1-nél még ziczert hárított, és, és nagyon nagy örülök neki, hogy tényleg jól védett. És én annyit mondtam neki, amikor megsérültem például, hogy itt a lehetőség, szorítsák ki. Uh -huh. És én, én lennék a legboldogabb, ha kiszorítanak. Uh -huh. Na most azt meg, hogy eh, amit már az előkészítettem, hogy jöhet azért még egy unoka kapus tanítvány? Azt megfogadtam, hogy ha, ha unokám, fiú unokám lesz, abból mindenképpen kapust szeretnék nevelni, mert a saját gyerekéből az ember azért nem szeret, mert mindig hozzá hasonlítanák. Az unokát már nem fogják hozzá hasonlítani, mert addigra már talán el is felejtik. Azt egyébként akár a fiadnak, akár az unokának megtanítottad és meg fogod tanítani, meg hát a, a, a kapus tanítványoknak is, hogy jön a rátámadó támadó csatár, az ember oxival leveszi a labdát, egy finom csellel elhúzza, és utána elindítja a támadást. Szóval ne úgy, mint apád, vagy nagyapád, vagy pedig úgy. Hát a mai világban már nagyon veszélyes ez a munka, mert akkor még nem számítottak a kapusoknál ilyenre, akkor még megmertem csinálni. van allora, Noyer most megmutatja, hogy van. Hát volt jó, előkép. hát a világ egyik legjobb kapusáról beszélünk a Neuerről, ő, ő egy klasszis futbalista, ez természetes dolog. De megmondom őszintén, hogy nem erre akarom őket tanítani, hanem arra, hogy jó kapusok legyenek a Farkas Balázs kollégámmal mindig arra tanítjuk a gyerekeket, hogy a, ami az életbe várható, ami a futballba várható, arra ké, próbáljuk felkészíteni a kapusokat. Hála jó Istennek, a, a, Balázs is többek között a kezem aló került ki a BVSZ-be, de hál' Istennek azért a 11-13 éve vagyok utánpótlás kapus edző, azóta 9-10 NB1-es kapus hát attól, attól. Kúrusz, Péter vannak itt, Horvát. Horvát Tomi, akkor, akkor a, 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 Borszéki, akkor Farkas Balázs, akkor Stankó. Sok kapus került ki a kezem alól, és büszke vagyok rájuk, hogy nb 1 bemutatkoztak, és az az igazság, hogy ezt szeretném tovább csinálni, hogy minél több emberegyes kapust kineveljek, mert egy kapusedzőt nem az, nem az, hogy mondjam, motivál, hogy na most ki lesz utánpótlás válogatott. Én soha nem foglalkoztam azzal, hogy utánpótlás válogatott vagy nem. Hány játékos tudok feladni az mb vagy MB2? Az a legfontosabb. Nekem nem. ez a legfontosabb, mert utánpótlás kapusedző vagyok. És ez maximálisan ki is elégít téged, tehát szereted a, a, a az csinálni, pányt. nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni, és, és úgy érzem, hogy a gyerek is szívesen járnak hozzá edzésre, mert amikor nincsen ilyen sérülés a gyerekeknél, szinte mindenki minden kapos edzésen ott van. És annak mi az oka, azt mondd meg, te meg a hasonló kapusok elkötelezettsége, hogy, hogy a magyar labdarúgásban ezen a poszton a, a a háló előtt még mindig sokkal inkább álljuk a versenyt a nemzetközi szinttel, ha csak a, azt látjuk, hogy ho, hova tudnak eligazolni, és milyen rangja van a magyar kapusoknak, még mindig jóval fölötte van csatároknak, védőknek. Hát az az igazság, hogy ez egy egyéni sportánk. Csapatsportban van, de egy egyéni Csapatba sportág. Csapatban kell játszani, egy egyéni sporton Egy van. egyéni sportolónak. Sokszor azt mondják a kapusokra, hogy hangyások, meg nem, nem én azt mondanám, hogy inkább megszállottak megszállottak, és nekik egy feladatuk van, hogy nem kapott nagót. Tehát ide egy ember fér be, ide, ide teljes maximálisan oda kell figyelni, koncentrálni kell, nem tud az ember mit csinálni, erre kell nevelni őket, szép fokozatosan azért azt hozzáteszem, erre kell nevelni őket, hogy igen, ők egy egyéni sportolók. És, és erre a magyar ember az egyéni sportra nagyon-nagyon alkalmas, akár nézik az úszást, az evezést, bármit hihetetlenül alkalmas, mert saját magáért szenzációsan tud küzdeni. Tehát a kapusok ezért, ezért vannak, ezért vannak előrébb. Uh -huh. előrébb vannak, magasabb a fájdalom, törők, mindent, mindent említhetnék. Uh -huh. És ha azt mondok, mert a végére értünk, hogy amikor ezt a beszélgetést folytatjuk mondjuk a 60. születésnapodon, akkor azért az is előállhat még, hogy, hogy egy megyekettes csapat kapusaként érkezel ide, igaz? Ha van felkérés, Hát ha igen, jó az egészség. Hát, hát igen, az egészség a legfontosabb, meg a felkérés. Hát azért nem, nem biztos, hogy 60. születésnapomon még ott leszek, de nincs kizáró. Nem lehet tudni, hogy mit ez a holnap. Hát kivárjuk. Addig is jó védés, meg jó munkát neked. Köszönöm szépen. Nagyon hogy szépen, szépen köszönöm.